Jó napot! Scott Thompson vagyok. Üdvözlöm Önöket a Postmortemben. Szeretek a Hannibalban játszani, de ismerjük el, nem az általam megformált Jimmy Price a legfontosabb szereplő a sorozatban. De sikerült orvosolnom ezt a bajt, elfoglaltam Hannibal irodáját, hogy több műsoridőm legyen. Illetve, hogy a sorozatról beszélgessünk, mert nyilvánvalóan ezért vagyunk itt. A mai Postmortem vendége Christopher Hargadon, a jelmeztervező. Mi készen állunk, Chris? Itt ülünk Chris Hargadonnal. Isten hozott, Chris. Köszönöm, Scott. Kösz, hogy hívtál. Tehát, Chris, te vagy a jelmeztervező. Egy kérdés, jelmez vagy ruha? Jelmez, kérem. Mi a különbség a jelmez és a ruha között? Mint tárgya, a jelmez és a ruha ugyanaz, de a jelmeztervezők jelmeznek szeretik hívni, nem ruhának. Miért? Az öltöztetők odaszólnak, hogy ruhát! De miért? Ellenben... De nem az, hogy jelmez. Nem, soha. Tiszteletteljesebb a jelmez. Mert a ruha az áruházban vett kész ruhát jelenti, míg a jelmez egyéni alkotás, amit magadnak kell megtervezni? A ruha közönséges. Akkor Hannibal Lecter megölni az áruházi eladókat és a vásárlókat. Valószínűleg, de a jelmeztervezők ízletesebbek. A Hannibal ruháiról, illetve jelmezeiről beszélünk. Az érdekelne, hogy mi inspirál a női jelmezeknél. Hát tudod, a nőket nagyon könnyű öltöztetni, mind nagyon karcsúak és csinosan viselik a ruhát. Meg kell mondanom, hogy Brian Fullernek rengeteg jó ötlete van a nőket illetően. Bizony. Szereti a mintásat. Szereti a grafikus mintákat, ahogy én is, de én mérsékeltebben. Szereti a színeket, ahogy én is. Tehát egyfajta szimbiotikus kapcsolatban vagyunk a téren, hogy mi legyen a nőkkel. Na és mi van Jimmy Price-szal? Mi az ő szín összeállítása? Jimmy színei általában középtónusúak. Középtónus? Az mit jelent? Nem túl sötét, nem túl világos. Értem, banális. A szövet. De ez nem banális, és az idén egy kicsit üdvösebb. Ez azt jelenti, hogy talán nem ölnek meg. És tetszett az a lila zakó, amit a múltkor viselt. Az burgundi vörös volt. Burgundi padlizsán? Igen. Nevezhetjük padlizsánnak? Te igen. Oké. Melyik a kedvenc jelmezed? Mi a legkülönlegesebb jelmez, amit a filmhez terveztél? Egyesek szerint a műanyag ruha, amit Hannibal visel a gyilkoláshoz. Szeretem azt a műanyag ruhát. Ennek a gyilkolos ruhának van valós alapja, vagy csak ti találtátok ki? Muszáj volt kitalálni, különben a méretre szabott öltönyében gyilkolhatott volna. Igen. Kellett valami, hogy ne vérezze össze magát. És gondoltuk, érdekesebb, ha átlátszó. És elkezdtük megvarni műanyagból. Méretre volt gyilkos ruha? Azért az túlzás. Ki készítette? Erre gondoltam. Azon gondolkozom, hogy mennyi ennek a realitása. Hannibal maga varta? Na, ez tényleg jó kérdés. Igen. Erre soha nem gondoltam. Mert ilyet nem lehet vásárolni. Egyetlen filmben vagy tévében sem. Én meg ilyesmi nagyalok. Emésztenek a kérdések, de most be kell fejeznünk. Nagyon köszönöm, Chris. Én köszönöm. Köszönöm, hogy a vendégem voltál a Postmortemben. Köszönöm. Találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra.